Január 1-től a Közszolgálati Profit Kft. Végzi a városban a köztisztasági feladatokat. Ennek keretében újra munkába állt a tavaly vásárolt utcaseprőgép. A 75 millió forintos munkagép leginkább ott tud dolgozni, ahol szegély határolja az útpályát. Az ilyen helyszíneken nagyon hatékony. A gépi seprést a városban ezzel a nagy teljesítményű Holland Travo típusú utcaseprőgéppel végezzük. Két nagy kopásállóságú seprőtárcsával rendelkezik, 2,5 méteres munkafelületet tud tisztítani. Jobbra, illetve balra is állítható, attól függően, hogy melyik részét akarjuk az útnak tisztítani. Általában a városban a szegéllyel ellátott utcákon végzünk takarítást, ugyanis itt tudjuk hatékonyan ezt megoldani. A köztisztasági hulladékot, illetve a lerakódott lomb, mindenféle szennyeződés hulladékokat, azt ezek a nagy teljesítményű tárcsák középre söprik be, és ott egy nagy teljesítményű szívómotor felszívja őket az 5 köbméteres saváló raktérbe, amit aztán egy hidraulikus billentéssel tudunk üríteni. A seprőgép minden munkanapon dolgozik, közölte Bordás Ferenc, a Közszolg Kft. Ügyvezetője. Általában a belvárost, illetve a nagyforgalmú utakat tisztítjuk meg ettől a fajta szennyeződéstől, mivel a tél folyamán elég sok szennyeződés fel, nagy mennyiségű szennyeződés felhalmozódott így az utak, útpatkáknál, ezért többször vissza kell mennünk, így az elején, de később nem csak a belvárost és a nagyobb forgalmú utakat, hanem külsőbb területeket is fogjuk takarítani fokozatosan. Ez azt jelenti, hogy akkor lesz egy ilyen őrjárat, hogy mikor merre jár majd a gép? Igen, program szerint fogunk onnantól kezdve dolgozni, tehát lesz egy heti programunk, ami alapján végigmegyünk a városon, ez a tervünk. Lehet-e tudni, hogy hány kilométer olyan útja van a városnak, úgy nagyságrendileg, amit lehet ezzel a géppel takarítani, tehát ami rendelkezik ilyen szegéllyel, hogy hatékonyan tudjon dolgozni a gép? Hát ennek az úthálózatnak a nagyságának a felmérése még folyamatban van. Azt tervezzük, hogy egy hét alatt végig takarítanánk az egész város mindig, és akkor a következő héten újra kezdenénk. Januártól a közterületek kézi takarítását is a Közszolg végzi. 7 utcaseprő kollégánk van, aki a kézi utcaseprést végzi 7 körzetben. 7 körzetre osztottuk fel a belvárost, illetve a Várkert, az Erzsébetliget és a Kisliget területén dolgoznak még a kollégáink. A hét minden napján, és a körzetüket végig takarítják mindig. Illetve téli időszakban, havazás esetén a sikosságmentesítésről is gondoskodnak ezen a területeken. Ez azt jelenti, hogy akkor az utcaseprők minden nap a rájuk osztott területet teljes terjedelmében végig söprik, végig takarítják? Igen, természetesen, illetve olyan helyeken, ahol felgyalámlik hulladék, oda pedig közösen megyünk és takarítjuk fel ezt a részt, mondjuk parkolók, terek ilyen esetekben, tehát akkor közösen végezzük a munkát. Mennyire tudtak beilleszkedni az új munkavállalók a céghez? Tökéletesen jól végzik a munkájukat, irányítás alatt plusz munkákat is tudunk végezni. Dr. Áldozó Tamás polgármester szerint az első tapasztalatok alapján elmondható, hogy hatékony a feladatellátás a Közszolg Kft.-nél. Ez egy jó döntés volt, sokkal korábban meg kellett volna hozni. Hatékonyan működik az új feladatellátás a Közszolg Kft.-nél, ami nyilván annak köszönhető, hogy egészen más szervezeti kultúrához csatlakoztak azok, akik ott folytatták a munkájukat. Hatékonyság lényegesen nőtt. Ugye hatékonyság azt jelenti, hogy optimálisan kihasználjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat, értve ez alatt a munkatársaknak a munkaidejét, és azokat a gépeket, amik rendelkezésre állnak. Az önkormányzat a feladatellátás eredményessége érdekében új eszközökkel támogatja a Közszolg Kft.-t, hangsúlyozta a városvezető. Ügyvezető úrnak és a Kft.-nek, a szervezetnek a munkáját azzal kívánjuk támogatni, hogy a mostani költségvetésünk 28 millió forint gépbeszerzést tartalmaz a köztisztasági feladatoknak a segítésére. Ahogy egyébként korábban is a tulajdonos önkormányzat nyitott volt arra, hogy gépek beszerzésével, beruházásokkal segítsük a VFT munkáját, ugye jövőben is ez így lesz. És én azt remélem, hogy erre a változásra sokan rá fognak majd ismerni, és sokaknak lesz az a tapasztalata, hogy
a kollégáink munkájának köszönhetően tisztább a város. A közszolg számára beszerzendő eszközök között kézi seprőgép, elektromos lombszívó és a nagy seprőgéphez egy kiegészítő seprőkorong is szerepel.